Üdvözlök mindenkit, ez itt a Football Cartoon, és mail day rég volt, rengeteg mennyiségbe kaptunk csomagokat, azt figyeljétek, van egy kis szakadt is, de az a lényeg, hogy rengeteg csomag jött, mindenféle csere útján, módján, most ITC is csomag nem lesz, ugye volt korábban ilyesmi, nézzétek meg, ha érdekel más mail day is, most viszont nézői csere csomagok vannak, meg is nézzük szerintem, kezdjük az elsővel, címet nem mutatok, fejjel lefelé fogom, de aki küldtett, tuti rá fog ismerni. Így óvatosan kinyitjuk, és már csillog is, kérem szépen, mik lesznek ebben? Azt a betyár mindenit. Jól indul, más nincsen, szuper. És akkor először nézzük meg a kártyákat. Azt mondja, hogy egy Grossenkreutz, akkor egy ilyen VB-s, Osvaldo, egy Rodriguez. Nem mai kártyák ezek. One to watch, milyen fura dizájnnal van. Valera, Xabi Alonso duó kártyára, Kosciusnyi, mert ezekkel ugye egy Götze is volt. Akkor az új évadból. FIFA 365-öt illetően. Boca Juniors-os, Sergio Ramos Limited Edition. Csúcsák Balázs Limited, ami a YouTube-os borítóképen van. Nagyon király. Azt mondja egy Neymar. Ugye az Update Editionből, még a tavalyi verzióból. Hát ezt a csúcsákot ki kell rakni, mégis ott van a csatornán. És akkor még itt alatta volt egy kis kártya. EB-s kártya, illetve még kettő VB-s. Nagyon szuper. Csúcsáknak nagyon örülök, de igazából az összes király. Hát nézzétek meg a Limited Edition is, mekkora jó. Köszönöm szépen. Nagyon szuper. Ide megy ki. Nem. Menjen alulra. Így még benne van. És akkor nézzük, kaptam egy kis levelet. Azt mondja, hogy igaz, csak pár hete nézlek, de nagyon tetszik, amit csinálsz, csak így tovább. Kedvenc sorozatom tőled, amikor két-két csomagot bontasz, és amelyik csapat, tehát a meccsek, igazából, mint például az El Clasico, nézzétek meg, ha nem tudnátok, miről van szó. Lenne pár kérdésem, mióta YouTube-ozol? Hát igazából mióta elkezdődött ez az egész csomagosdi. Nézzétek meg az első videót, nagyon kis gagyi volt, még Tesco-s csomagokkal kezdtem. Azóta csinálom igazából, ez még a tavalyi EB volt. Belinkelem ezt is ide, nézzétek meg, ha érdekel. És akkor melyik a kedvenc csapatod? Azt nem szeretném megmondani, mert pártatlan akarok lenni. Hány éves vagyok? Hát, több mint 20. Maradjunk annyiba. Szoktál magyar focit bajnokságot nézni? Természetesen szoktam magyar bajnokságot nézni. Imádom, mindig meccset megnézem. Szoktam meccsekre is kijárni, stadionba. Én Budapesten élek, tehát így több csapat meccsére is kilátogattam már. Na, azt mondja, válaszédet előre is köszönöm. Igen, nézők mindig, igen. Köszi a csúnya. Ja, nem jut el csúnya. Nagyon szuper, köszönöm a kis levelet. Nyugodtan küldjetek ti is ilyet, mert mindig jó ilyet olvasni. És akkor megyünk tovább. Gyugyi ott figyel ránk. Ez egy ilyen nagyobb vaskos pak. Ezt egy személyes csere alkalmával kaptam, azért nincsen megcímezve. Azt a betyár mindenit. Az a nem semmi kártya mennyiség. Hú, mennyi minden van benne. Jó, nem maradt más. És akkor valami kis fém dolog is van benne. Na, nézzük ezeket a fém cuccokat. Király Gábornak az ilyen EB-s igazából, ilyen fém kis kártya. Így van, itt van az EB Eurostars. Nagyon szuperül néz ki, tök jó. Ide jön a magyar szekcióba. Akkor megyünk tovább egy Szalai Ádámmal. Igen. Szalai Ádám képe van ott? Nem. Az egy tőzsérfej szerintem. Ha csak Szalai, akkor nagyon furán nézett ki. Mindegy. Döntsétek el ti, szerintem az ott nem Szalai. Nem baj, magyar. Tök jó. Dzsuzsák Balázs. Na, ő már tényleg Dzsuzsi. Szuperül néz ki, ha fel kell a fókuszba áll. Ja, ez is ugye ebés. És akkor egy ilyen Christian Benteke belgiumos. Hát a magyarnak a dizájnja nekem jobban tetszik, de ez is tök király. Na, akkor ez így ide jön a magyar részlethez. Benteke jön vendégként.
És akkor nézzük ezt a csomó kártyát, úristen, meg se tudom fogni, annyi minden van. Így van, ez az első FIFA 365-ös, tehát a 2 évvel ezelőtti 16-os sorozat. Nem tudom, nektek van-e ilyen albumotok. Én most elkezdtem összeszedni párat. Hát van egy jó pár kártya. Most így mindet nem emelném ki, nem mennék ki végig egyesével. Nézzünk meg egy párat, mondjuk Romero-t, nem De Gea volt. Ezt mondjuk nem értem. Mandanda. Marseille-ből. Hát vannak jók, vannak jók. Lesz mit belerakni az albumba. Megtaláltam az üres albumomat. Pár 5 darab kártya a maximum. Szóval most ilyennekre is vevő vagyok. Mandzukic. Blind. Még egy Mandanda. Darmian. Subotić. És van valami csillogós is. Na, egy Ajax játékos. Fans favorite kiadásban, Kalajan Huntelaar, akkor egy Diego Lopez, Koke, egy Asamoah, még egy Koke, egy player, Corinthians logo, és egy Ferrati, ilyen aláírásos signature kártya, wow, nagyon szuperül néznek ki, tök jó, megy előre mondjuk ez a signature-ös dolog, tetszenek az ilyen aláírásos cuccok, és akkor megnézzük mindjárt a többit. Ezt ide rakom. Van valami könyvjelző. Azt mondja, egy ilyen rojszos, ez már az újabb FIFA 365. Ugye a dizájnja is más, a logónak. Azt hiszem a tavalyi verzióból. Tök jó. Nagyon szuper. Hova menjen, megy ide alulra. Ott csillogjon nekünk. Közben megnézzük a többit. Juan Fran. David Luiz. Elgázi. Listen, egy Messi, Messi. Ez micsoda? Ez valami update edition? Vagy... Ja nem, ez az International Star. Tehát a válogatottnak ilyen fehér a teteje. Még több teammate le a Buffonnal és a többiekkel. Ez mit csinál ez a figura? Mit visz a kezébe? Kapus kesztyű, jó? Oké, okay, Bejingual. Nem láttam először. Azt mondja, még egy International Star. Csomó teammate lap, ami nekem nagyon jól jön. Igazából még blind. Na. Itt van még több International Rising Star, tehát ez már valami Super Mega Edition, már minden van rajta. Origi. Illetve egy Jack Wilshere. Claudio Bravo. Marquinhos. Sirigu. Aquilar. Még egy Bejinguan. Játékos. De Sungha. És egy Palacio. Nagyon szuper kártyák voltak ezek is. Jó volt. Köszönöm szépen. Mindenképpen királyság, meg ezek a kis fémtazók is. És akkor megyünk tovább. Nézzük ezt. Ebben mi van? Azt hittem, ott össze van tűzve. Úgy tűnt, de nem. Jó nagy a boríték. És akkor kiszedjük belőle ezt a pár kártyát, ami benne van. Hoppá, egy Godin. Kifejezetten különleges kártyája. Kis tartóka. Uha, de rossz állapotban van Harry Kane. Le van jövő a sarka, meg van törve egy picit. Hát, ilyen is megesik, illetve egy Proms. Tehát 3 különleges kártya. Hát a Harry Kane nem raknám előre, mert nagyon rondán néz ki. Megy előre a Proms, az még vállalhatóan néz ki. Köszönöm szépen. Ez is jó lesz majd az albumban. És akkor megyünk tovább, nézzük még mik vannak. Aztán lehet, hogy a postás miatt ilyen, mert ugye ez is... Nem akarom elhinni, hogy így adta fel a kiküldte nekem. De most nézzük ezt. Ebben mi van? Elnézést a késésért. Köszönöm a türelmet. Hát igazából, mivel a mérdé videó csomagét nem későn bontom ki, inkább én kérek elnézést. Csak össze akarom gyűjteni, ne egy csomagról legyen videó. És akkor nézzük, mi van benne. Na, hoppá, 2 Barca játékos. Azt mondja, egy Busquets, Rakitic, Iniesta, illetve egy Jordi Alba, Busquets. Kétszer van rajta Busquets. De fura. Szóval, ez a 2 jött igazából ilyen kis, nagyon igényes tasakba. Szuper. Jaj, leejtettem az egyiket. Sikerült felszedni az elhullajtott kártyát. Már egész szép pakkot raktunk itt, összenézzétek meg, van minden.
Megyünk tovább ezzel a kicsit szakadtasabb csomaggal, és megnézzük, mit rejt. Pontsuk ki stílusosan a szakadásnál. Az a nem semmi, azt figyeljétek. Ott egy pár kártya. Még ott is van. Húha. És még itt is van. Jó, ennyi volt. Kiürítettük. Nem is tudom, kezdjük a felső pakkal. Hát ebbe van mit megnézni. Először is egy Gonzalo Higuain Goal Machine kártya. Azután egy Key Player Jackass, Shaqiri, Van Dijk, Koeman, Koscielny, Krychowiak, Muriel, Vitolo, Tataru Sanu, Kramaric, Gunter, illetve egy két darab Alex Moira a Update Editionből. Akkor egy Martinez, ez az új szériából van, így van. Meg kell nézni a hátulját, mert már összekavarodtam. Mads Hummels még a tavalyi BL szériából. Ezek Update Edition-os kártyák. Akkor vissza az új Panini szériához. Megint Update Edition. Tehát össze-vissza keveredtek, de nem majd. Bartra, még egy Bartra, Ramsey, illetve Van Heiden. Volt itt miből szemezgetni. Marad elől a Goal Machine Higuain. És akkor megnézzük a másik pakkot, mert ott már csillogós is van. Savic, hoppá, ott egy Fradis, Bőle Lukács, Batella, Fernandinho, egy Bocconios játékos, és akkor Bőle Lukács az új kiadásból, akkor egy Rossell, illetve Gonalon Suarez, Rising Star kártyát, Adriano, Valbuena, Quaresma, vendéggól kártyája, Valdorféri, Delgado, húha, rengeteg lap van, és akkor egy ünneplős kép, Atletico National-t, egy Papastathopoulos Limited Edition, Meyer Limited Edition, illetve egy Lionel Messi Limited Edition, még a korábbi FIFA 365-ben, ez pedig a tavalyi Update Edition-os Limited-ek, de attól még Limited, szóval ugyanúgy örülünk neki, szuper lapok ezek, illetve igen, a Messi, és akkor egy Ribéry és egy Müller-Müller páros. Nagyon király, két darab Müllerünk is van. Hát köszönöm szépen, vannak itt jók, ezek a Limited Edition-ok mindenképpen előre fognak kerülni, mert szuper kis lapok. Köszönöm szépen. Nagyon jó. És akkor már csak két pakkunk van hátra. Na, ez le is van celluxozva. De valahogy majd így óvatosan kiszenvedem ezt a celluxos részt. Húha. Hát jó, hát ezt érdekesen bontottam ki. Így. Van itt nekünk egy Keno, Eschenko, Florenzi, Schmelzer, Guedes, ugye ezek mind az új FIFA 360, Juanfran, Torres, Centurion, Drakena, Aguero International Star kártya, El Ahmadi és Cuesta. Tehát vannak jó kártyák, csillogós megy előre. Szuper, szuper. A mondó vagyok. És akkor nézzük az utolsót. Már profi borítékbontó leszek itt a végére. Ó, milyen kis légmentes zacsiban. Na, ezt nevezem igényes kártyaküldésnek, ilyet még én se szoktam. De nagyon kis pofás. Jó ötlet. Így aztán biztos nem sérül meg a kártya, ha csak a videós nem tudja kiszedni, mert idióta. Hát ez nem fog menni. Megpróbálom kitolni. Nézzétek, nem bírom kiszedni. Na, jó, oké. Sikerült kiszenvednem. Na, nézzük. Azt mondja egy Melgareiro, egy Borussia Dortmund logó, nagyon jó. Dembélé, Harry Kane, itt van a Limited Edition-nek a szép változata. Hát, van különbség a kettő között. Na, nem baj. És akkor egy AJ-csik, egy Nelom, illetve egy ilyen Kuácsik, Michal a légiától. Tehát, szuper volt. El voltunk, jó, ha elhúzódott a videó. Rengeteg pakkot sikerült itt kibontani. Köszönöm, hogy itt voltatok és megnéztétek ezt a mérdeit. Ha tetszett, dobjatok rá egy lájkot, illetve vegyétek fel velem a kapcsolatot a leírásban található
címeken, és igazából iratkozzatok fel, mert rengeteg videó jön még. Köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok!